Persze másképpen látjuk az elmúlt 12 évet, ez szerintem nyilvánvalóan kiderül minden egyes megszólalásból. De az elmúlt 12 év legnagyobb eredménye, hogy Magyarországot egy munkaalapú társadalommal sikerült tenni. Ez látszik a foglalkoztatási adatokból, látszik abból, hogy gyakorlatilag 1 millióval több ember dolgozik, olyan társadalmi rétegek is, akiknek korábban esélyesen volt erre. Megadom a szót Tomák előtt képviselő úrnak, parancsoljon. Köszönöm a szót. Tisztelt Munkaügyi Bizottság, egy hónap apaszabadságot adna a Mi Hazánk mozgalom a jelenlegi 5 nap helyett. Erre nyújtottam be módosító javaslatot. A humánus szempontokon túl azért, mert hazánk legnagyobb problémája a katasztrofális demográfiai helyzet, a népességfogyás megállításához, egy demográfiai fordulathoz a legfontosabb lépés, a legnagyobb kormányzati mulasztás talán, az az lenne, hogy az apák nagyobb arányú bevonására volna szüksége a gyermeknevelésbe. Ezt nem én fogalmaztam meg, hanem már jó néhány évvel ezelőtt a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének vezetője Spéder Zsolt, de úgy tűnik, hogy visszhang nélkül maradt ez a javaslata, pedig ennek egy kitűnő módja volna már a születés pillanatában az apák felelősségére rávilágítani. Rendkívül cinikus az a kormányzati propaganda, hogy megduplázzák az apaszabadságot két okból is. Egyrészt azért, mert mit dupláznak meg, az EU sereghajtói vagyunk az 5 nappal Románia mellett állva, míg például Spanyolország 16 hetet biztosít teljes fizetés mellett. Tehát az 5 napnak a megduplázása az még mindig semmit nem jelent. A Mi Hazánk mozgalom javaslata azt mondja, hogy zárkozzunk fel Ausztria, Észtország, Litvánia, Szlovénia, Portugália, Franciaország példájához. Ők egy hónap szabadságot és 80-100%-os, tehát lényegében teljes fizetést biztosítanak. És ez a másik ok, amiért cinikus az önök javaslata, hiszen ez az apaszabadság, amit most kívánnak-e törvényjavaslattal nyújtani, ez lényegében közelebb áll a szabadság helyett a fizetés nélküli szabadsághoz, mondjuk ki, hiszen 40%-os fizetés az semmiképpen sem méltó. És éppen ezért is javaslom, hogy zárkozunk fel azokhoz az országokhoz, akik tisztességes fizetést nyújtanak, és az előterjesztésem ezt célozza. Az apák bevonására a gyermeknevelésbe ugye azért is volna nagyobb szükség, mert kimutatják ugye a közlemény kutatások, a felmérések, Kopp Mária legismertebb kutatása, ugye, hogy a magyar fiatalok 2-3 gyermeket szeretnének, csak aztán valahogy ezek nem születnek meg. Ugye, hogyha a cigányság népesség robbanását levesszük még a demográfiai rátából, akkor azt látjuk, hogy durván 1 körül van a magyar termékenységi ráta, tehát egy átlagos pár 1 gyermeket vállal, azaz generációnként megfeleződik a magyarság. Itt tartunk, tehát nem születnek meg a kívánt gyermekek, és miért? Mert bár a nők is úgy nyilatkoznak, hogy szeretnének még gyermeket, de az első után valahogy a döntésük mégis az, hogy ebből ő köszönni szépen, de többet nem kér. És lehet ebben az államnak is felelőssége, ilyen-olyan juttatásokkal, de most maradjunk a férfiak felelősségénél. A férfiaknak is van felelősségük abban, hogy részt vesznek-e már a kezdetektől a gyermeknevelésben. Tehát nem csak egy humánus szempont volna, hogy segítsük a nőket a gyermekágyi időszakban, hanem a férfiak felelősségére is ráirányítanánk a figyelmet, hiszen a férfiak, különösen egyébként lányos apukák, nehezen tudnak mit kezdeni a legkisebb korú csecsemőkkel. Azt hiszik, hogy a közös birkózás, a közös focizás, a közös kitöréstúrára járás, és sorolhatnám kinek mi természetesen, valakik más típusú felvonulásokra járnak esetleg a gyermekekkel, de mindenképpen azt gondolják, hogy talán majd ebből, majd ha nagyobb lesz, majd akkor bekapcsolódnak a nevelésbe, pedig szó sincs erről, hanem részt kell venni, és én büszkén vállalom, hogy már több mint 5000-szer pelenkáztam be a gyermekeimet. Tehát a piszkos munkákat nem hagyhatjuk a nőkre. Én azt gondolom, hogy részt kell vállalni minden feladatból a férfiaknak is. És most itt egy állami példamutatás, hogy ehhez megadja-e a lehetőséget az apaszabadsággal. Tehát ahogy egy nő otthon maradhat évekig, az első legkritikusabb időszakban legalább 1 hónapig az apa otthon tud-e maradni. Én ehhez kérem a támogatásukat annak érdekében, hogy a kívánt gyermekek megszülethessenek, és hogy felzárkózzunk, hiszen jelenleg Európa sereghajtói vagyunk, Románia mellett állunk a lista végén 5 munkanappal,
Ezt szeretném a javaslatom szerint 20 munkanapra, tehát lényegében egy hónapra a hétvégékkel együtt feldúzasztani, és akkor felzárkoznánk az előbb említett példákhoz, és akkor még mindig csak álmodozunk ugye Spanyolországról, amely 16 hetet biztosít teljes fizetés mellett. Ezért kérem, hogy kompromisszumos javaslatként legalább ezt a módosító javaslatomat támogatni szíveskedjenek. A demográfiai fordulat, mint nemzetpolitikai felelősségünk érdekében is. Köszönöm szépen. Természetesen, és itt hosszan sorolhatnám, a kormány elmúlt 12 éves családbarát intézkedéseit. De bocsásson meg, képviselő úr, én azt gondolom, hogy a jelen javaslat kapcsán egy ködösítés folyik. A javaslat éppen az apaszabadság kiterjesztéséről szól, és az a vita, hogy most ez pontosan milyen tekintetben történik, ez azt gondolom, hogy a puding próbálja az evés címmel, tehát elindul egyfajta bővítés az apaszabadságnak, és természetesen azt gondolom, hogy eddig is nyitottak voltunk arra, hogyha a fölmerülő tapasztalatok alapján módosítani kell, térítés és egyéb tekintetben arra nyitottak vagyunk, de beszéljünk a lényegről. A lényeg az az, hogy jelen pillanatban az apaszabadság mértékét a kormány előterjesztés növeli. Köszönöm szépen, mivel további hozzászólási szándék nincs, azért a szavazás következik. Kérdezem a tisztelt bizottságot, támogatja-e a háttéranyag 94. pontját? Ki támogatja? Kettő, igen. Ki van ellene? 2, 4, 6. És ki tartózkodott? Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a háttéranyag hivatkozott pontját nem fogadta el.